Makón legelmaradott a városrésze Honvéd, ezért az önkormányzat 2016 tavaszán egy városrehabilitációs programba kezd, hogy fejlesszék a területet. A pályázat beadása előtt a város egy szociológiai felmérést rendelt meg, hisz kíváncsi az ott élők véleményére. Maga a tanulmány ahhoz szükséges, hogy felmérje azokat a szociális, infrastruktúrális körülményeket, ami jelenleg a városrészben adott, és ennek alapján olyan irányelveket adjon a döntéshozóknak, amely révén maga a projekt elindítható. Maga a pályázati projekt Európai Uniós forrásokból, illetve területi operatív program forrásaiból lesz megvalósítva, természetesen országgyűlési képviselőnk teljes támogatásával. A felmérést a Miskolci Egyetem kutatója végzi 10 hallgatójával karöltve május 20 és 26-a között. Ennek a kutatásnak az a lényege, hogy emberközeli legyen. Tehát mi nem statisztikai adatokat akarunk előállítani, hanem valóban, és ez nemzetközi trend, hogy amikor egy fejlesztés van, akkor döntő bevonni azokat, akik ott élnek. Bevonni csak úgy lehet őket, ha tudjuk, hogy mit akarnak, milyen elképzeléseik vannak, aztán majd a politikai döntéshozó eldönti, van-e rá pénz, lehetséges-e ezt támogatni. A Miskolci Egyetem hallgatói nem váratlanul toppannak be a családokhoz. Nagyon alaposan előkészítik a kutatást, előre meghirdetik, és már korábban bemutatkoznak az ott élőknek. Erre remek alkalom a május 16-i Családi Roma Nap, amelyen Kotics József is részt vesz, hiszen a kutatás fontos része az emberközeliség. Úgy gondolom azért fontos, hogy hallassák a hangjukat, hogy végre legyen egy olyan városfejlesztési program, amiben az ott élőknek a véleményét is megkérdezik. Megkérdezik, hogy mire van szükségük, mit szeretnének, nem pedig az ő elképzeléseik nélkül valósul meg ez a városfejlesztési projekt. Az adatok információk begyűjtését követően a kutatók az egyetemen egy tanulmányt készítenek, amely várhatóan június végére kerül a városvezetés kezébe.